valamikor régen tavasszal volt, tudom, hogy ezt nehéz elképzelni, de akkor még nyáron nem voltam olyan sok fesztivált. Tehát volt az EFOT, volt a Sziget, mondjuk az 92 írunk. Mi már akkor is a Volt Fesztiválon játszó zenekar voltunk, amikor ez még egy kicsi tavaszi zárt helyen lévő fesztivál volt. Egy ilyen nagy ilyen tornaterem, vagy egy ilyen csarnokszerű dolog, és játszott sok zenekar, és volt egy ilyen mágikus hangulat az egésznek. A backstage-ben ilyen nagyon nagy eszement bulik volt, egy picit jobban hasonlított egy ilyen nagyházi bulira. Sose felejtem el, hogy 1992-ben, amikor a Népstadionban játszott a Guns N' Roses, osztogattak ilyen papír újságokat, és rá volt írva nagy betűkkel, hogy volt. Tényleg, volt, igen. És nem tudtuk, hogy mi az, csak így járt kézről kézre, Axl Rose volt a címlapon. És megvan, nekem az a szám, a mai napig megvan, el van tívva otthon abszolút. Én sokat költözködtem azóta, és elveszett. És az a lényeg, hogy én életemben akkor ott azon a Guns koncerten néztem, hogy micsoda Sopron, és akkor kezdett kialakulni a kép, hogy van egy ilyen. És éppen ma hajnalban gondolkoztam ezen, hogy ennek ugye pont 20 éve volt, ugye 20 éves a volt, és volt az, hogy rohan az idő. Mi még nem voltunk annyira készen arra, hogy ilyen sokkal legyen, és ezért kicsit megijedtünk, de azért lelkesek voltunk. Én arra emlékeztem, hogy mindig szívesen jöttünk, és jó bulik voltak, és mondom, hát az első jó pár évből inkább ilyen hangulatok vannak. Engem az vonz ide-vissza, most már nem tudom, 6-szor, 7-szer játszom itt. Egyrészt, hogy a szervezők mindig meghívnak és bíznak bennem, és a közönség mindig nagy szeretettel fogadott eddig. Úgyhogy ezért klassz dolog úgy visszajönni, hogy az ember tudja, hogy várják. 20-on túl minden új vidám, nevessünk át együtt, politikánk! Ilyen.